Ettől a videótól ki fog sülni az agyatok. Figyelj ide, te japán csajszi! Nem vagyok japán, én Ponka vagyok. Ebben a videóban meg a komment szekcióban természetesen meg fogjuk tárgyalni Pálffy István 3 milliós hírtévés szupergázsiát, de még előtte bemutatok nektek egy olyan YouTube-os sorozatot, amitől a gyerekeitek hülyébbek lesznek, mint valaha. Képzeljétek el, hogy van egy sorozat a YouTube-on, ami minden agysejteteket elpusztítja. Nagyjából úgy, mint az alkohol, de az alkoholról egy picivel később lesz majd szó Pálffy István kapcsán. Ráadásul ez a sorozat gyerekeknek szól. Egyetlen rész nagyjából olyan erővel bír, mintha alkoholos beöntést végeznél el a gyereken 3 liter vodkával. A sorozat címe az, hogy Kikidó Campus, ami egy egyetem. Mondom, egy egyetem, ahová gyerekek járnak. Csajok, ez a mi helyünk. Mindig itt szoktunk ülni. Csajok, el kell mennünk és be kell púdereznünk az arcunkat. Szia, kakaó! Ez az epizód amúgy arról szól, hogy megjöttek az egyetemre az úgynevezett teniszezős csajok, akiket amúgy még soha senki nem látott teniszezni, mert a teniszpálya bérlése nagyon leterhette volna a sorozat büdzséjét. Úgyhogy teniszezős csajok vannak, teniszezés nincs. Nos, teniszezők lesznek az egyetemen. Szerintem nincs szükségünk ott rájuk, nem kellenek teniszezők ide. Továbbra sem értem, hogy ez mitől egyetem. Hát én például jártam egyetemre, de ott a diákok sokkal nagyobbak voltak. És azt sem igazán értem, hogy miért van felnőtt női hangja egy kislánynak. Csajok, be kell bizonyítanunk, hogy mi vagyunk itt a legmenőbbek és a leghíresebbek az egyetemen. Igen, és minden srác a lábunk előtt könyörgött, hogy menjünk hozzájuk feleségül. Igen, pont ez az az életszakasz, amikor egy férfi nősülni akar. Hát én nem akarok nősülni, pedig már elmúltam 40, de ezek a kis pöcsösök most akarnak házasodni. És ha bárki megpróbál betámadni minket, akkor meg fogjuk mutatni a valódi arcunkat. Igen, mi alapvetően cuki kis cicák vagyunk, de ha belénk kötsz, akkor vadmacskává változunk. Miau. Miau. Sziasztok, teniszezők! Én Ponka vagyok, nagyon örülök, hogy az egyetemünkre jártok, most majd mindannyian barátok lehetünk. Figyelj ide, te japán csajszi! Nem vagyok japán, én Ponka vagyok. Én nem vagyok japán, én Ponka vagyok. Hát én meg nem vagyok zsidó, én a Dév vagyok. Hol vannak azok a teniszezők? Bázel, én tudom, hol vannak. Hol? Edzésük van, teniszeznek. Az igen, milyen okos vagy. Azt hittem, hogy fociznak. Nem fociznak, mert teniszezők, érted? Hát én még mindig nem értem. Miért nem fociznak? Nem érdekel egyik teniszező csajszi sem? Van valaki, aki bejön neked? Egy barna, vagy talán szőke csajszi? Mi jár a fejedben? Most mondd el! Milana, nem érdekel egy teniszező csajszi sem. Miért gyanakszol? Nyugodj le! Milana, te azt nem érted, hogy ezt a szögedi srácot nem érdekli egyik teniszező csajszi sem. Ez nincs mög. A következő bejátszásban mindenki figyeljen nagyon erősen a két srác közötti kaktuszlámpára. Ez ugyanis egy mágikus kaktuszlámpa. Hello! Dil, mit szeretnél? Mindig rosszkor jössz. Bával, kössünk egy fogadást, hogy amíg elszámolok háromig, nem fogsz tudni csinálni egy guggolást. Sok tündérmesét olvastál az utóbbi időben. Bából, mitől félsz, hogy elveszed a fogadást? Gyerünk, 100 forint a tét. 100 forint? Van egyáltalán ennyi pénzed? Persze, itt van, ha nem lenne, akkor nem is mennék bele. Hogy került vissza a kaktuszlámpa a helyére? Visszaütötte valamelyik teniszező csaj az ütőjével? 1, 2, 3. Aj, Dil, mi a baj veled? Ez fáj! Á, a sarkam! A gyereket segbe rúgják, és a sarka fáj. Hát hogy vannak összekötve a gyerekben az idegpályák? Jaj, fáj a hátam! Ponka, mi volt? Miért sírsz? Csajok, képzeljétek el, elmentem a mosdóba, és ott volt ez a 3 új teniszes csaj. Barátságot ajánlottam fel nekik, de ők visszautasították ezt, mivel egy stréber vagyok. A japánnak kicsit sem látszó japán lány most ki van akadva, mert nem fogadják be a teniszezős csajok. De ennek valójában csak az az oka, hogy nem a megfelelő közegben van. El kell menni Japánba szumó birkózónak. Persze ahhoz nem ártana előbb néhány kilót felszedni. Nem 3 darab sushit kéne megenni egy nap, hanem legalább 23-at. Max tanár úr, jöjjön el egy teniszedzésünkre. Megtanítjuk önt, hogy hogyan kell játszani. Lányok, attól tartok, hogy
Szeretem a teniszt. Biztos, hogy teniszezni akarnak ezek a lányok, Max tanár úr. Régen én is teniszeztem. Elég izzasztó sport, de nagyon élvezetes. Kezdem érteni, hogy miféle teniszt játszanak ezek a teniszezős csajok. De az biztos, hogy párosat. És az is biztos, hogy eléggé rendben van a nemi szervájuk. Ez amúgy még mindig egy gyerekeknek szóló kontent. Elvileg. Jól van, te akartad. Tessék, itt a szokásos menetrend. Tenisz, tenisz, tenisz. Max, ez meg mi a fene? Minden órát teniszre raktál át? Csak egy párat. Hát először is menetrend a MÁV-nál van. Ezt itt úgy hívják, hogy órarend. És azért csak a teniszórákat látta Max tanár úr barátnője az órarendben, mert nem olvasta végig. Pedig ott van, hogy tenisz, 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 feliratkozás. Tehát ezen az egyetemen van egy feliratkozás óra. Amúgy ez az óra nálam is pont feliratkozás óra. Éppen ebben az órában kell most feliratkozni a Dévvilága csatornára. Mr. Max, tudja mit? Mit? Ön már nem tigris kölyök, hanem egy igazi bunkó. Öncsi le! Ne fenyegessél, öncsi levele! Parancsolj! Miért nedves a pólód? Mert izzadok. Miért izzad? Én épp edzek. Igen, sport, teniszezés. Haha, loser. A normális gyerekek biztonságénak mennek, ez meg itt teniszezik. Visszamentél vagy önőnek? Vissza. Mikor? Azt hiszem, hogy egy olyan másfél éve. Elfogyott a pénz. A Kikiló Campus egyik szereplője eközben amiatt aggódik, hogy a kormány megfigyeli a tevékenységét a Pegasus szoftverrel. Hé, figyelnek minket? Nem. És most? Nem. Na és most? Nem figyelnek téged, nyugodj már le! És most, hogy teljesen leállt az agyatok, rá is térhetünk Pálffy Istvánra. Pálffy Istvánt amúgy is leginkább csak agyműködés nélkül lehet befogadni, és az is lehet, hogy még egy kicsit inni is kell hozzá. Tehát úgy tökéletes az élmény. Mint az közismert, Pálffy István a Hír TV-nél folytatja neres kalandjait, és a mostanság a hatalom nem is, a pénz úgy látszik, hogy részegítő hatással van rá. Borzasztó boldog, hogy három misi a gázsia, nem úgy a kollégái. A Hír TV-nél sokan nem igazán értik, hogy hogy lehet az, hogy ők Pálffyhoz képest lótúróért melóznak, míg ez a képességeiből láthatóan sokat vesztett, leharcolt KDNP-s boros üveg meg 3 milliót kaszál havonta. Hát én meg azt nem értem, hogy mit nem értenek a Hír TV-s kollégák. Pálffy nem az utcáról jött a Hír TV-be, mint ők, hanem a NER-ből. Ez egész más. A Blick szerint a Hír TV-ben mostanában egyre többet kell dolgozni, viszont ezzel általában nem jár több pénz. Hát úgy látszik, hogy nem csak a tanárok rabszolgák ebben az országban, hanem hát majdnem mindenki, beleértve a propagandagyárakban dolgozó melósokat is. Én csak azt nem értem, hogy aki a Hír TV-nél dolgozik, és ennek következtében elég jól, elég közelről ismeri a NER-t, az most miért van meglepődve? Pálffy István az, akit Orbán Viktor nem hagy az út szélén. Akármennyire is be van vascsizva, őt mindig fel fogja venni a neres kisbusz. Pálffynak úgy jár a három misi, hogy Magyarországnak az EU-s pénz, csak szerencsére az ő fizetését nem az unió állja, ahogy a tanárokét, hanem a Viktor, ezért ő a tanárokkal ellentétben mindig szépen ki lesz fizetve. Rég megszolgálta ezt a pénzt, már azzal is önmagában, hogy belépett a KDNP-be. És szüksége is van havonta 3 millióra, mert ő egy keresztény és magyar életmódot folytat. Hát Pálffy István nagyon szereti a jó magyar borokat, az meg sok pénzbe kerül. Pálffy István keresztény emberként imádja Krisztus vérét. Amikor iszik, akkor ő nem lerészegedik, mint a prolik, hanem fel, egészen a mennyországig. Feltöltekezik a Jézus Krisztussal. A feje vörössége jelzi, hogy mennyire keresztény. Ha elég vörösre issza magát, akkor már alkalmas arra, hogy közvetítse a Jóisten üzenetét a Hír TV képernyőjén. Szóval az a figyelmeztetés, hogy ön dönt, iszik vagy vezet, jelen esetben műsort, az Pálffyra nem vonatkozik. Ő iszik és vezet. Amúgy Pálffy István autót is fog vezetni, nem csak műsort. Állítólag nem Pestről fog bejárni dolgozni, hanem vállalta, hogy minden nap felvezet a fővárosba, a balatoni borvidékről. Csak óvatosan vezess, István, jó? Erre kérlek, hogy nehogy baj legyen. Természetesen lehetséges, hogy Pálffy István soha életében nem ivott még alkoholt, lehet, hogy csak mindenki rossz indulatú, aki állandóan részegnek látja, pedig lehet, hogy csak fáradt szegény, mint a Pesti Laci. Hát ő sem részeg, csak fáradt, ezt mondta. Mondjuk, amikor én fáradt vagyok, akkor alszom, nem pedig hülyeségeket beszélek a tévében.
Szóval lehetséges, hogy Pálfi még soha nem volt ittas, ez esetben viszont kiválóan játsza a részeg embert, vagyis remek színművész. Jár neki az aranyászó glóbusz. Vagy azt is mondhatnám, hogy and the sidecar goes to Stephen Pálfi. A subscribe meg goes to Dave világa, főleg ha tetszett neked ez a videó, akkor mindenképp iratkozz fel, különösen, ha még nem vagy feliratkozva. És még mielőtt átmennél gyorsan a Kikidó Campus csatornájára, hogy végignézd az összes részt, nézd meg mondjuk ezt a Pálfi Istvánról szóló korábbi videómat, ami éppen itt van alattam. Hamarosan újra találkozunk, addig is. Pusz!